Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Remélem érdekes beszélgetésnek lesznek tanúi, hiszen velem szembe itt ül egy igazi újpesti ikon, egy zseniális labdarúgó, én csak a nevét mondom, Weber György. Szia Gyuri! Szia Gábor! Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél ismételten bennünket és a kedves nézőket. Tudom, elég sok minden nem mentél keresztül, sok problémátok volt, problémád volt a sajtóval, mindennel. Mi kivételezettek vagyunk, mint Újpesti Televízió. Hidd el, veled vagyunk, Gyuri. Ezt kell mondanom. Köszi. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az UFC U21-es? 19-es. Én mindig ezt összekeverem, ez az U betűket összekeverem. Szóval magyarul a közvetlen utánpótlásnak vagy a vezetőedzője, elkezdődött a bajnokság, 3-4 fordulóval vagyunk már túl, 2 győzelem, 1 döntetlen, és hát most volt egy kis baki a zöldek ellen. Hol kezdjük a beszélgetést, Gyuri? Hát akkor kezdjük itt. Kezdjük itt, jó? Ez volt az a vereség, ami után a csapatomat maximálisan megdicsértem, és megköszöntem nekik a játékot, mert ez így megint ilyen magyarázkodásnak tűnik, hogy egyszerűen ezt a mérkőzést a játékképe alapján, a teljesítmények alapján meg kellett volna nyernünk. Vezettünk, nagyon szép támadásaink voltak, kapufát lőttünk, gólvonalról mentettek a ferencvárosi védők, egyenlítettek, ilyen a futball, egy szöglendből. A második fél időben nagy nyomás alá helyeztük őket, ott is óriásik. Talán az év gólja lett volna a Müller-Mák lövés, egy 28 méteres, nem is feltételeztem róla eddig, hogy ilyet tud lőni. Egy óriási kapufa, szintén egy kihagyott helyzet, és akkor itt jött megint a futball, néha igazságtalanság, és ez most meggyőződésem az. Elengedtek egy lest, amiből lett egy piros lap, 11-es. És akkor onnantól futottunk az eredmény után, a végén még megkontráztak minket, és az egyik játékosomnak sajnos indokolatlanul elment a agya, és ő egy teljesen jogos piros lapot kapott még a végén, ami nem is nézett jól ki, mert ilyet nem csinálhat Pest mezben senki. Tehát ez egy, ha szabad azt mondanom, ordinári szabálytalanság. Gyuri, igen, hát majdnem azt mondom, hogy gyerekek, de hát azért 18-19 évesek már azért annyira nem gyerekek, de itt a szavaidból azt vettem ki, hogy jó úton halad ez a csapat. Igen, hát ha mondhatjuk azt, ugye az utánpótlásban is vannak osztályok, gyakorlatilag igen. Nem úgy mondják, hogy első osztály, hanem hogy az alapcsoport, kiemelt csoport. Ugye itt szépen a harmadik éve dolgozunk az utánpótlásban, lépkedtünk, hogy a tavalyi év folyamán kivívtuk a kiemelt bajnokságban való szereplést, ahol mindig az első 8-ban kell végezni, hogy a tavasz az első 8 rájátszás. Tehát tulajdonképp az elit. Ide 2 csapat tudott bekerülni, a Pécs és mi, akik nem akadémiák vagyunk, nem kiemelt akadémiák, mert itt azért el kell mondani, hogy olyan óriási hátrányban vagyunk a kiválasztás, a dotáció, tehát minden szempontból itt egyel tudjuk kompenzálni a munkával, meg hát ugye azért csak az Újpest vagyunk, tradicionálisan a legnagyobb klub, úgyhogy akadémia ide vagy oda, és eljutottunk oda, hogy felvettük velük a versenyt, az alapszakaszban 5. helyen végeztünk, ami azért volt fontos, mert ilyen bónuszpontokkal indul a bajnokság, a rájátszás. Ahol gyakorlatilag ez a Ferencváros elleni mérkőzés a hétvégén a első és a második helyezett játszott. Győzelem esetén fordult volna a kocka, de nincs semmi baj. 4 pontra vagyunk jelen pillanatban az első helyezettől, és még nagyon sok van hátra, de ami a lényeg, folyamatosan látom azt, hogy a csapat érti, tudja, hogy mit szeretnénk. Egyre jobb minőségben adják elő ezt a gyerekek, egyre felnőttesebben, tehát tényleg rengeteget dolgoznak. És van felfelé út, ugye, mert a legfontosabb az, hogy a következő már felnőtt futball az NB3-as csapatunk. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy egy lépésre a felnőtt. Rendszeresen 3-4-en már edzeni is feljárnak, és többen már epizód szerepet kaptak is. Nyilván
véleményem szerint ezek egyre többet fognak majd. De azt tegyük már tisztába ezt az NB3-ot, mert mindenki azt mondja, hogy NB3, tudod, NB3. Én meg azt mondom, hogy az NB3-nak sokkal jobb lenne, hogyha az lenne a neve, hogy tartalékbajnokság. Ami volt annak idején, amikor még te is játszottál. Igen. Hiszen a tartalékbajnokságban az éppen maródiak, akik az első csapatból azért maradtak ki, mert teszem a sérültek voltak, és most éppen utol akarják érni. Az ifiből fölkerültek azok a nagyon tehetséges srácok, akik küzdöttek azért, hogy ne talántán az első csapatba kerüljenek be. Úgyhogy nálam ez az NB3 az nem a harmadik vonalat jelenti. Van benne igazság? Van abszolút, sőt, hát én nekem van egy, sokunknak van egy véleménye erről, hogy a tartalékbajnokságnak lenne létjogosultsága. Nyilván ezt szeretné a MLS valahogy pótolni, de így, ahogy mondtad, tehát egy jó tartalékcsapat szerintem is az az összetét, hogy van egy 10-12 fős maga, akik standardül dolgoznak, a felnőtt csapatból esetleges kimaradók is utolérni. Ez azért fontos, mert rengeteget lehetne tanulni. Tőlük, illetve hát most a fiataloknak. Visszautazok mondjuk a mi időszakunkra, hogy akkor, aki a tartalék csapatban ott lehetett tanulni. Most azért nem biztos, hogy sok jót tanulnának a visszajövőktől, ezt vállalom szakmailag, és azután. És azért ugye előmeccsek is lehetnének. Tehát megvolt ennek a varázsa, a létjogosultsága. Én jó magam 89-90 körül játszottam olyan Újpest-Ferencváros tartalékmérkőzésen, aminek az összeállítása két év múlva a óriási, és két-három eltéréssel, mind a két mind oldalon. Mind a két oldalon. Tehát ez nagyon komoly dolog volt. Most annyiban jó, hogy ugye gyakorlatilag a törekvés az, hogy az NB3-as csapatot is minél fiatalabb játékosok alkotja, minél fiatalabb korosztály kezdjen el a felnőtt futballban. És most az harmadosztályban is valljuk be, leginkább már profi játékosok vannak, de fél profik minimum, és felnőttek. Mi úgy szoktuk humorosan mondani, hogy ott már bajuszos emberek vannak. És ha még a futballtudás nem is olyan nagy, mondjuk egy vidéki kis csapatnál, de akiknek egyébként az a életük mondjuk ott a helyi közösségben, ott nagyon nehéz futballozni, és tehát sokat lehet tanulni, főleg fizikálisan lehet felkészülni a felnőtt futballra való átmenetbe. Tehát ilyen szempontból azért megvan ennek. Ugye az NB3-as csapatoknál be van szabályozva a korhatár. Tehát most halszál pontosan nem tudom, de azt hiszem 21 éves korig akik a második csapatok, a többiek nem nyilvánvaló. Értem. És ebben is kell még ugyanúgy a fiatal szabály, hogy még jelen például azt hiszem a 2005-ösök számítanak ott. Tehát akkor összefoglalva nagyon jó ez, hogy van NB3, jobb lenne talán egy icipicivel, hogyha lenne tartalék, de itt van a nyitott kapu, hogy fölfelé lehet futballozni a gyerekkel, a srácoknak, akár a te gyerekeidnek is. Hát így, hát tulajdonképpen erre dolgoztok, erre gyújtok. Nagyjából a szolgálati útvonal lesz. Igen. És akkor igen. Onnan kell a felnőtt csapat igen. keretébe beverekedni ha magukat. Mondtad, ritka, igen. ha valaki át tudja ugorni azért ezeket a lépcsőfokokat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egy-egy lépcsőnként kell, mindegy, az milyen sportágról beszélünk. Jó, persze van kivétel, szuper tehetség, vagy szuper, nem tudom, igen. de azt hagyjuk, az egy másik kávéház. Minden sportágban nem baj, hogyha lépcsőzetesen megy föl valaki, tehát akkor nagyon nagy ugrásokból hatalmasat lehet esni. Én tapasztalatom szerint. De itt az ugrásról, és mondtad, hogy felnőtt csapat, ugye cél az ott az NB1. Ne menjünk el az NB1 mellett most. Hát van egy felnőtt csapat a Újpestnek. Döcögős. Kb. Ez a fogalmazás. Ne menjünk bele szakmailag, nem a te dolgod, neked az a dolgod, hogy a srácokat felkészítsd arra, hogy az úton elinduljanak és odaérjenek, ahova szeretnének. De azért véleményt azért egy-két mondatban 5-1, 1-0 fél idő után. Mi történt? Hát ez egy kifejezetten gyengére sikerült produktum volt. Hát igen, sajnos valljuk be, hogy évek óta kiesés ellen küzd az Újpest. Tehát ezt nekünk megélni iszonyú nehéz és viszontagságos. Gyakorlatilag a tűzzel játszunk évek óta, mindig sikerül valahogy, mert sajnos, ezt szörnyű kimondani, de tényleg két-három éve mindig a kiesés szele,
időszakonként meglebbent itt a klub fölött. Az idén is, sajnos. És itt az a probléma, hogy nem ez az egy meccs, hanem úgy azért az egész teljesítmény döcögős valóban. Ez most mondom, hogy kirívóan gyenge produktum volt, főleg a hátsó alakzat érthetetlen módon egy teljes összevisszaságban futballozott. Én élhetek annyi kritikával, úgy gondolom, akár mint a klub szurkolója, de mint az utánpótlás edzője is, hogy itt a legnagyobb probléma, amellett, hogy valóban a képességek elmaradnak attól, ami itt az újpesti messzhez járna, de a jelenlegi keretnek még a mentalitása sem olyan, véleményem szerint, ami bizakodásra ad okot. Tehát ezt nem látni, hogy ők itt meg akarnak halni a pályán, hogy kúsznának, másznának, hogy a csapat bent maradjon, és ezt nagyon nagy problémának érzem. És hát itt ebben lehet, hogy a szakmai stáb is egy kicsit tehetetlen, mert túl sok olyan játékos van, aki ezt nem érzi magának a klubot, hanem lehet, hogy azt sem tudja, hogy hol van. Hogy hol van. Igen. És akkor ugye van egy-két tehetséges fiatalunk, aki például a Varga Balázska, akit végigjárta ezt az utat, amit az előbb itt boncolgattunk, és bontogatja szárnyait az felnőtt csapatba. A hétvégén ugye csereként állt be, de egy gyönyörű gólt lőtt, mondjuk 4-0-nál, de akkor is a villanás az mutatta, hogy a jövő egyik nagy közönség kedvence lehet itt. De neki is ebben a szituációban borzasztó nehéz helyzete van, mert megint visszautalva nincs kitől tanuljon a pályán. A legjobb iskola az, ha melletted olyan labdarúgók vannak, akik terelgetnek a pályán, és szépen megszerzed azt a rutint és tapasztalatot, és aztán a tehetséged által befut. Igen. És ugye hát nagyon nagy érvágás a Csongvai és a Katona távozása itt szezon közben, ez is azért mindenkit nagyon váratlanul ért. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz hátralévő 9 mérkőzés vár a csapatra, de töretlenül bízunk benne, hogy azért az mindig megtörtént. Hogy ott marad. Megoldották a feladatot, most is meg kell oldani, nincs miről beszélni. Köszönöm szépen. Csak egy icipici kitérő. Mondhatom azt, hogy a ma 80 éves Dunai Antal, erről a székből innen is köszöntjük Anti bácsit, és még boldogságot és egészséget kívánunk neki hosszú időn keresztül. Tegnap beszéltem vele telefonon, és kérdezem, hogy vagy, Anti, mert mi tegezzük egymást, és mondom, tréning, kondíció, hát minden nap tréningezek, mert azt mondja, hát előbb-utóbb, hát nehogy véletlenül úgy érjen az, hogyha megkeresnek az Újpestről, hogy be kell szállnom segíteni, akkor nem tudok pályára lépni. Szóval ő is, szóval elcsuklott a hangja, amikor a csapatról beszéltünk, hogy hát nem ez erről van szó. Ugorjunk egyet. Viszont van egy válogatott kerettagunk Újpestről ismételten, behívta Rossi kapitánya. Hát nem is tudom, nekem meglepetés, hogy egy kieső jelölt, bár bocsánat, hogy így fogalmazok, csapatból behívnak játékost a magyar válogatottba. Hát, de az Újpestről beszélünk. Újpestről, igen, köszönöm szépen. Igen, bocsánat. Igen, a Kevin Sinfoldként néz ki ebben a csapatban, meg a mezőnyben is. Valahol azért biztos, hogy ez egy megelőlegezett bizalom, hogy egy fiatal magyar játékost, mert azért nem ontja a gólokat, valljuk be, tehát baloldali támadóként, viszont tényleg az egyik leggyorsabb, talán úgy is fogalmazott a Rossi, hogy a magyar mezőny leggyorsabb játékosa. Embere, igen. Ugye a mai futballban ez elengedett, ez nagyon nagy fegyver, illetve hát majd, hogy nem alapkövetelmény, de azon belül is ő még tényleg átlag fölötti sebességű, szerintem technikai tudása is megvan, de még neki is gyakorlatilag talán ez az első szezon az NB1-ben, ahol standardül futballozik. Most már húzó emberként tekintenek rá, tehát milyen van teher is a majdnem a azt mondtam, hogy milyen rettenetes, hogy egy 20x éves embernek kell a hát húzó embernek lenni. Hát az előbb erre beszéltem, hogy talán hiányoznak mellőle azok a könnyebb dolga lenne, ha
akár 80 éves Dunai Antipán volna középen, biztos több volt tudna vele rugatni. De ez egy óriási lökést adhat igen. neki a hátralévő fordulókra is, nem, pláne ha pályára is lép, úgyhogy nagyon szorítok biztos neki. Be fogja tenni, a Rossi jól sugárzik. Én egyetlen egyet várok a Kevintől, hogy a gólok számát, mert tényleg rengeteget igen. veri meg az ellenfél jobboldali védelmét, nagyon jó passzokat ad, de szerintem onnan azért egy kicsit több gólt kéne elérnie. És tudod, hogy milyen... Nagyon jó dolog ez, hogy őt beválogatták, behívták a keretbe, hogy ott legyen a nagyokkal, akár játszhasson a felkészülési meccsen, vagy ne talán a selejtező környékén is oda kerüljön, hogy a te gyerekeidnek ott van a példa, hogy fiatalon hova lehet kerülni. Igen. Itt még visszautalnék, egy szégyellem is, hogy elfelejtettem, hogy még egy óriási dolgot elértünk az utánpótlásba, hogy az első, ugye akadémiákról válogatnak nagyjából, és a U19-es válogatott bőkeretének tagja volt most már másodszor a Rideg Bálint, a centerünk. A szűkített keretben most ugyan nem került bele, de egy hétig ott volt, és a elmúlt hónapban Spanyolországban két mérkőzésen pályára lépett, győztes gólt lőtt a Nemzeti 11-ben, tehát eljutottunk oda, hogy be tudtak hogy hívni, van. És legutóbb tudomásom szerint a Varga Balázs pedig a Gerazoli keretének tagja az U21-ben. Ugye a Csobot az alvat, úgyhogy jelen vagyunk, ez nagyon jó dolog, mert három nagyon fiatal játékosról beszélünk. Tehát egy pici-pici olyasmi jövőkép van, hogy egy-egy tehetséget évente kettőt ki tudunk nevelni. Tehát hogyha itt kiegyenesednek a dolgok, akkor azért lesz olyan játékos, vagy lehet olyan játékos, lehet. Aki a közönség számára is vonzó, mert én azt is tudom, hogy nagyon várja az újpesti közönség, hogy saját nevelésű, újpest érzelmű fiatal standardül a pályán legyen, és jó teljesítményt nyújtson. Így van, és hajrá Újpest, ahogy mondhatják, mert nekem hiába mondja bárki azt, hogy ott állnak és hallgatják a magyar himnuszt egy mérkőzés előtt, azt se tudja, hogy miről van szó. Másik az, hogy mindent bele, hajrá, azt se tudja, hogy mit kiabálnak, akár kiabálhatnák azt is, hogy Superman, vagy tök mindegy mit. Nem baj, hogyha van néhány saját, én most azt mondom, saját nevelési újpesti játékos az újpesti csapatba. Pici ugrás még, válogatott szereplés előtt vagyunk. Hát a Marco Rossi kapitány aztán 51-szer fog ülni a kispadon, ami egy elég szép dolog itt. A magyar kispad elég ingatag mindig. Jó, hát Baróti Lajos magyar, bácsiról. Magyar edzőknek. Igen. A Baróti Lajos bácsiról nem beszélünk, ugye hát ő hányszor ült a válogatott kispadján, 120-30-szor, nagyon sokszor. Az egy másik időszak volt. Hogy látod, mi vár a magyar válogatottra? Mert azért te látod ezt a sportot, hát most majd játszunk valakikkel, aztán jön egy Európa-bajnok is elejtező mérkőzés, és hát most már a közönség sok mindent vár ettől a csapattól. Hát mondhatnám, most ugrik a majom a vízbe. Ugye ez is egy építkezés volt, tehát le a kalappal a Rossi előtt, és nem azért mondtam az ő személyére. Persze, tudom, pontosan értettem. Vele, hogy a magyar edző, de nem is indokolná nála a vált. Tehát gyakorlatilag ugye egy folyamat elindult vele, stabilizálta a válogatottat, aztán már jött játék, új játékosok, régiek, tehát szépen összerakta, és most van, bravúrokat értünk el, nagyon nagy bravúrokat. Nagyon tehát nagy olyan bravúrok. Nagyon nagy bravúrokat, amire senki nem számított, mindezt esélytelenként. És akkor most fordul a kocka, már a játékosok is, ma reggel néztem a telkiből a nyilatkozatokat, joggal arról beszéltek, tehát tudják is, hogy mi vár rájuk, hogy most már ebben a selejtező csoportban, akár nemzetközi viszonylatban is esélyesnek tartanak minket a csoport elsőségre. Ez egy másfajta hadművelet, mint igen. amikor esélytelenül kúszva, mászva megversz világsztár csapatokat. Itt most azt várja mindenki, a magyar közönség is, hogy ezek ellen, a csapatok ellen dominálni fogunk, uraljuk a játékot, és nyerjük a mérkőzéseket, és itt van a nehézség ebben, hogy ez nem olyan egyszerű.
Tehát a világfutball az nagyon kiegyenlített. Ezeket az elvárásokat teljesíteni a pályán sokkal nehezebb néha, mint esélytelenként bravúrokat végrehajtani. És most ez a, én véleményem szerint ez a szakmai ugrás vár a válogatottra, hogy meg tudják-e lépni azt, hogy esélyesként akár a bulgárok ellen, a csoportban bárki ellen. Hozzák a mérkőzéseket, és hogy megnyerjük ezt a csoportot. Pokolian nehéz lesz, mert mondom, csalóka, mert Szerbia nagyon erős, Montenegro, így ránézésre nem, de ha majd meg. De majd oda megyünk. Meg majd azt igen. A játékos összeáll, mindig utána zárójelbe a klubokat, hogy igen. Milyen elit klubok top játékosai. És a többiek is azért, Balkán, itt, ez a nehéz, nagyon nehéz lesz, és most ezt kell meglépni. Úgyhogy egy másfajta sorozat elé nézünk, mint a legutóbbi volt, úgyhogy érdekes lesz. Tehát akkor most következik itt a magyar labdarúgásban egy pici szünet, ugye ez a selejtezők miatt egy pici szünet, az U-ba is szünet van? Igen, egy tehát forduló, egy mert a U19-es válogatott is. Ők is játszanak, tehát oké. Okay. Búcsúzzunk akkor úgy, hogy nagyon-nagyon sok sikert nektek, Szlezák Zolival kézen fogva, ugye, aki a jobb kezed, bal kezed. Hát csináljátok a munkátokat a Újpestnél, minél jobb eredményeket érjetek el, és a búcsú kérdésem, mennyi lesz az eredmény a válogatottnak? Mondj egy számot most az a bolgárok elleni selejt első mérkőzésen. Hát csak úgy. 2-0 megnyerjük. Nyerünk 2-0. Gyuri, te mindig jókat mondasz, és beszokott jönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok szerencsét kívánok, és sok-sok munkát neked az elkövetkezendőkben, és remélem, hogy találkozhatunk még néhány hét múlva, néhány hónap múlva, mert mondani valód mindig van. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem, jól szórakoztak. Kérem, vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!